Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. Bátaszék sokszoros véradóinak mondott köszönetet a Magyar Vörös Kereszt Tolna megyei szervezete a helyi városháza dísztermében kedden késő délután. Volt, aki már 90-szer nyújtotta karját, hogy segítséget adjon ezzel másoknak. A véradó ünnepségen a kitüntetettek oklevelet és ajándékcsomagot vehettek át. Novemberben a Véradók napja alkalmából szerte az országban több mint 800 helyszínen közel 50 ezer önkéntes véradó segítségnyújtásáért mond köszönetet a Magyar Vörös Kereszt. Bátaszéken is rengeteg sokszoros véradó volt ebben az évben, akik önzetlenségért nem lehet elég hálás a Vörös Kereszt megyei szervezete. Bátaszéken 10 éve tartunk ilyen ünnepséget. Országosan is vannak ünnepségek, de nekem ez a legkedvesebb, amikor akik itt a mi közösségünkben aktivizálásra kerültek a Magyar Vörös Kereszt segítségével, a véradószolgálat által levételre került a vérük, és a többségüknek megyében, Szekszárdi kórházba felhasználásra került. Sokszor általunk ismert betegek és páciensek körében az itt leadott vér. Őket köszöntjük azzal a céllal, hogy nagy a cselekedetük, nagy, amit véghez visznek. Önzetlenül karjukat nyújtó embertársaink pótolhatatlan segítője a Magyar Vörös Keresztnek és egész társadalmuknak. Ezért is fontos, hogy minden évben méltóképp köszönjük meg áldozatvállalásukat. Ez a véradás, a szövetdonáció, az a szeretet kifejezésének egy nagyon szép formája. Legtöbbször, amikor adunk valamit, tehát mi most átadunk nekik csokoládét, oklevelet, egy kis vásárlási utalványt, azok csak szimbólumok, de aki összességében a testéből ad valamit másnak, ami ő neki a javára, egészségére szolgál, az egy őszinte kifejezése a szeretetnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ők ezzel üzennek a társadalom számára, hogy hát így érdemes élni, így érdemes gondolkodni. A karitáció megvalósulásának is a legszebb példájának tartom a szerv domációt, illetve hát adott esetben ezt a szövetet, a véradást megvalósítását. Nézzük a mai eseményt, negyedszer volt a településen véradás, és mai napra 70 megjelenést kalkulált a véradószolgálat, tehát ha azt teljesítettük volna, akkor ez volt a cél. Helyette 85-en jöttek el ma, és közülük 75-en sikeresen befejezték a véradást. A visszalevő 10 emberke, ők kiszűrésre kerültek. A Vörös Kereszt a véradókkal egész évben foglalkozik. Tolna megyében minden nap van véradás valamelyik városban vagy településen. Ezzel, hogy megünnepeljük őket, egy kicsit kitűzzük azt a célt is magunk elé, hogy ezt a véradói kedvet szeretnénk fenntartani. Tehát szeretnénk például ezzel az interjúval is hát kiállni a nyilvánosság elé, a lakosság elé és a régió lakossága elé, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy nagy fontosságú ez a cselekedet, nem csak az emberbaráti szeretet megvalósítása miatt, hanem azon praktikus okból, hogy egyébként a vér semmivel nem pótolható gyógyszer. Tehát műtétek tudnak elmaradni, másoknak egészségkárosodást okozhat, ha nem áll megfelelő vérkészlet rendelkezésére a véradó állomásnak, és nem biztosítja az osztályoknak, műtétes szakmáknak, nőgyógyászatnak, hematológia osztálynak, daganatos betegeknek. Láttuk számtalanszor, hogy amikor valamelyikünk családjában, ismeretségi körében jelenik meg olyan páciens, akinek azonnali vérre van szüksége, akkor a közösség összefog, aktivizálódik. Ezt a fajta szellemiséget szeretnénk továbbvinni a mai véradó ünnepségen is, a véradó napi ünnepségen, hogy ha látatlanul is adunk, az ugyanazt az értéket képviseli, ugyanúgy odaér és megtalálja azt az embert, aki számított a segítségre, akinek szüksége van a segítésre, aki csak ezáltal tud meggyógyulni.
Bátaszéken most köszöntöttek 30, 40, 50, 60, 70 és 90-szeres véradókat is. A Vörös Kereszt külön köszöntötte Schwarz Antalt, aki több mint 90-szer nyújtott a karját, hogy segítséget adjon. Az az igazság, hogy ez hosszúra nyúlik vissza a történet, mint minden hasonlókorú embernél a katonasággal kezdődött ez a dolog. Amikor hát egy kis jutalomszabadság is ez kis az járt ezért, és hát aztán ez egy hagyománnyá vált. Olyan közösségbe kerültem, mikor dolgozni kezdtem, akik gyakran véradók voltak, többszörös véradók voltak, nyilván a társaság engem is vitt tovább, és ez úgy hagyománnyá vált, és egy idő után az életünk részévé vált, és rendszeres véradó lettem. Mindenképpen megtiszteltetés természetesen, és nagyon-nagyon jól esik, hogy hát ilyen körülmények között is megünnepelnek minket, és ez egy jó esőérzés. Közel 40 éves hagyomány már Bátaszéken, hogy Mikulásvárot rendeznek a városban élő gyerekeknek a helyi könyvtárban. A szép tradíció idén sem tört meg, a nagyszokálló így már december első napján ellátogatott a Keresztély Gyula városi könyvtárba, és természetesen ajándékkal is készült a kicsiknek. Szervusztok gyerekek, itt vagytok? Igen! Egy kis bíztatás kellett csak a bátaszéki gyerekeknek a helyi könyvtárban megrendezett Mikulásváron. Itt igazán komoly hagyománya van annak, hogy a könyvtár munkatársai a nagyszakálló érkezése előtt zenés matinéval lepik meg a városban élő gyerekeket. A könyvtár ezt már hagyományként közel 40 esztendeje tartja. Minden év decemberében egyszer ellátogat hozzánk a Mikulás. Mi el szoktuk mondani a szülőknek, anyukáknak, meg a gyerekeknek, nagyobbaknak, hogy úgy tudjuk, hogy idén is majd jön hozzánk, és hát szeretnének-e vele esetleg személyesen találkozni, mert akkor itt egy remek alkalom, bejönnek ide a könyvtárba, itt jó meleg van, mert ugye hát néha nagyon nagy hó van, meg hideg van, de hát sajnos szegény Mikulás bácsinak néha egyedül kell hozni a zsákját, mert a rénszarvasok nem mindig tudnak jönni, de az a lényeg, hogy itt mindig találkozhatnak vele, hát ez is egy ilyen nap. Néhány jókedvű dalocska kellett csak ahhoz, hogy a rengeteg gyerek, akik szó szerint megtöltötték a helyi könyvtárat, feloldódjon. És mivel a gyerekek elég kitartóan énekeltek a Mikulásnak, ő nem is váratta a piciket soká. Én már hallottam valami fogadást, ti is hallottátok? Megjött! A Mikulással való találkozás már önmagában is ajándék volt, ám ahogy azt tőle már megszokhattuk, ezúttal sem érkezett üres kézzel, mert hogy, mint mondta, Bátaszékre akármikor jön, csak olyan gyerekeket talál, akik egész évben nagyon jól viselkedtek. Nagyon aranyosak, és minden évben jön hozzájuk új és új, de a régiek közül is vannak. Mi volt a zsákban? Láttam, mindenki kapott valamit. Hát általában kifestők és könyvek. Ó, könyvtárban, ott itt nagyon különleges ajándék van, itt csak könyv van. Ide csak könyvet hoz a Mikulás. Úgy tudjuk, hivatalos forrásból, hogy szaloncukor mindig van a zsebében, mert ilyen jó nagy zsebje van neki, és akkor ha még azon kívül marad, akkor azt oda szoktuk adni a kedves szülőknek, nagymamáknak, mert én úgy gondolom, hogy a Mikulás az mindenkinek Mikulás, ha kicsi, ha nagy. Mikulás bizony idén nem fukarkodott a bátaszéki gyerekekkel, rengeteg könyvet kellett a zsákjában a könyvtárig cipelnie. Viszont a gyerekek is tudták, hogy az ajándékért cserébe mondóka is jár. Én
meghangolták. Gazdálkodva minden jót, piros alma magyarul. Jöjjel hozzánk, várunk rá, kedves öreg szélag. Jaj, tapsoljuk meg, nagyon várunk meg, hogy elbírod? A kicsik aztán szó szerint rávetették magukat az értékes és izgalmas információkkal teli ajándékaikra. Nekem téllapósat. Deszpeszváros. Deszpeszváros? Hú, én azt nagyon szerettem. És egyébként először vagytok, vagy szoktatok jönni? Anyukát is már kérdezem. Minden évben itt vagyunk, a gyerekek minden évben várják a könyvtári Mikulást a könyvekkel. Egyébként otthon már azért készülöttök, vagy hogy néz ki otthon a Mikulásváró? Igen, most már otthon is elkezdtünk készülni, kikerült az adventi naptár ma reggel, az adventi koszorú már az asztalon várja, hogy meggyújtsuk a gyertyát. Gyurci, a cipőd, a csizmát hogy áll? Jó. Még egy-két napot pucoljuk, aztán kikerül az. És igen, ahogy a képeken is látszott, stábunkról sem feledkezett meg a nagyszakálú, úgyhogy tényleg igaz, hogy bátaszéken legyen egészen fiatal, vagy nem egészen fiatal az ember, ha jól viselkedik, akkor bizony számíthat a télapóra decemberben. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a fali órát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthon se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Nem lesz adóemelés a jövő esztendőben Bátaszéken, jelentette be a képviselőtestületi ülésen a város polgármestere. Bozsolik Róbert elmondta, az idei évben bevezetett emelések után egyelőre nem terveznek újabb változtatást sem az adóügyekben, sem a temetői szolgáltatások terén. Támogatja viszont a város idén is a védőoltások beadatását a rászoruló családok részére. 2018 elején döntött úgy Bátaszék képviselőtestülete, hogy a rota és a bárányhimlő vírus elleni oltóanyagot minden rászoruló család számára térítésmentessé teszi. A kezdeményezés sikerrel járt, a házi orvosok visszajelzése alapján az átoltottság megfelelő volt. Sokkal kisebb a járványok kialakulásának veszélye Bátaszéken, ezért döntöttünk úgy, hogy folytatjuk 2019-ben is ezt a programot. Bárányhimlő tekintetében a 2016-ban született gyermekek oltását fogjuk 2019-ben elvégezni, illetve rotavírus esetében pedig természetesen a 2019-ben született újszülöttek, illetve a családtagjaik vehetik majd igénybe ezt a támogatást. 2019-ben 1 millió forintot biztosít az önkormányzat a program lebonyolításához. Ezzel próbál segíteni mindazokon, akik szociálisan rászorulnak. Mint ahogy segítségképpen nem emel adót sem a következő esztendőben. Természetesen minden forintra szükségünk volna,
de a város úgy döntette, a városvezetés, hogy 2019-ben nem fogja emelni azokat a terheket, amelyek a város hatáskörében kerülnének megállapításra. Így áttekintettük a helyi adórendeletet is. Úgy ítéljük meg, hogy a teherbíró képesség akár a vállalkozók részéről, akár a lakosság részéről már azon a határon van, hogy nincs. Tehát nem szabad ezt tovább feszíteni, ezért adóemelés 2019-ben nem fog történni, bár az egy közigazgatási területén új adónem bevezetését nem tervezzük. Áttekintettük a kegyeleti közszolgáltatáshoz tartozó díjakat. Ugye 2018 év elején történt egy árkorrekció, egy áremelés. Úgy ítéljük meg, hogy ez per pillanat fedezi azokat a költségeket, aminek a város köztemetőjének fenntartásához szükséges, így 2019-ben ezen a területen sem történik emelkedés. A lakásgazdálkodás területén 3 éves programot indított a város, melynek keretében 8-8%-kal növeli a lakbért. Ennek mértékén sem kívánt változtatni a testület. Elkészült Bátaszék környezeti állapotáról szóló beszámoló, mely részletezi a közműszolgáltatók, a vízelvezető átkok, a bel- és külterületi utak állapotát, illetőleg arról is szól, mit tudott ezeken a területeken elérni a város. Az, ami kimagaslóan jó, talán mondhatjuk a belterületi utaknak az állapotát, ugyanez a külterületi útjainkról már nem mondható el, és hát napirenden van a mai napig is a hulladék elszállításnak a problémaköre. Fejlesztés alá kerül a szennyvíztelep, köszönhetően annak, hogy a város teljes területén megépül a szennyvízhálózat. Itt azon kívül, hogy Báta településről is ugye a többlet szennyvíznek a tisztítását el fogja látni ez a telep, Bátaszék eddig csatornával nem ellátott részei kerülnek bekötésre a közműhálózatba, Kövesd, Lajvér, Gauzertelep, illetve az Orbán-hegyi út. Jelenleg 80%-os készültségben van a beruházás, várhatóan 2019. március végére készül el a teljes kivitelezés. A dublini Vadokai Európa-bajnokságon kiemelkedő szereplő bátaszéki karatésokat fogadta Bátaszék polgármestere a könyvtárban. A korosztályos versenyen a magyar válogatott gerincét adó bátaszékiek a várakozáson felül szerepelve 1 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szereztek. Zsizsegett a városi könyvtár, versenyzők, edzők, szülők gyűltek össze, hogy a nemzetközi mércével is jelentős sikernek közösen örülhessenek. A nagy hagyományokkal bíró bátaszéki karatékák a magyar válogatott gerincét adva 1 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szereztek az európai viadalon. Nagy Ákos edző szerénytelenség nélkül mondta, volt, amire számított, de mindenki túllépett a saját árnyékán. Ilyenkor az egyik szemünk sír a másik nevet, ugye ezt lehet tudni, hogy a továbbtanulások és egyéb ilyen, azt kell mondanom, hogy motivációs problémák miatt azért egy generációt elbúcsúztunk, és ilyenkor mindig ott van a nyomás az edzők, illetve a szakmai stáb vállán, hogy lesz olyan generáció, akivel meg tudjuk ismételni azokat az eredményeket, illetve hogy az véletlen volt, vagy tényleg a kezünkben van az a recept, ami alapján tudunk egy ugyanilyet időzélesen főzni, és azt kell mondanom, hogy valahogy a csillagok mindig együtt állnak, és van egy olyan generáció, van egy olyan szülői háttér, és azt kell mondanom, hál' Istennek van egy olyan szakmai stáb és recept a kezünkben, amivel ezt újból és újból meg tudjuk is ismételni. Borítékoltunk volna azért egy-két érmet, tehát például a fiú csapatkümite, ez egy nagyon jó alapanyag, tehát a 10-11 éves fiaink, azok tényleg nagyon jók, és azért is jók, mert pont a 12 éves kor küszöbén állnak, tehát hogy már ennek a kategóriának a végénél járnak, van olyan gyerek, aki decemberben, a többiek januárban fogják betölteni a 12 éves kort, tehát hogy nagyon érettek ebbe a korosztályba, fizikailag nagyon jók, minden kondíciós képességük alkalmassá teszi őket egy jó eredményre, tehát én borítékoltam, hogy őket döntőbe várom, de például van ennek az ellenpólusa a Bognár Barna, aki úgy lett ezüstérmes, hogy gyakorlatilag 12 éves kort töltötte be májusban, tehát fél évvel ezelőtt, 41-2 kiló, és mínusz 50 kilogramba indult, tehát az életversenyzőknél másfél évvel fiatalabb, és mondjuk 5-6-8 kilóval még kevesebb is. És ő például be tudott kerülni így a kategóriájának a döntőjébe.
Úgyhogy vannak olyan eredmények, amiket borítékoltunk, de vannak meglepetés eredmények is, például a Barnáj ilyen, de azért az Izsák Bencének az aranyérme, úgyhogy két skótot is maga mögé utasított, és a skótok nagyon profi módon csinálják ezt a dolgot. Ez is nagyon nagy eredménynek számít, illetve a fiú csapat kata, akit gyakorlatilag egy hónapja tettünk össze, tehát nyilván ők katáztak külön-külön, azonos recepten nevelkedtek, de az utóbbi egy hónapban dolgoztunk a szinkron mozgáson úgy, hogy abból valami legyen. Én azt mondom, hogy csak egy hajszállal vagy egy sorsolással maradtak le a döntőről, mert hogyha másik ágra kerülnek, akkor simán begyalogolnak a döntőbe, és én azt gondolom, hogy akkor még lehet, hogy akár aranyérmesek is lehettek volna. A verseny utáni értékelés eredménye, hogy láthatóan sokkal motiváltabbá válik ilyenkor a csapat, mondja Nagy Ákos. Nem ülhetünk a babérakon, mert közeledik a következő hazai rendezésű EB, amin újra meg kell mutatni, mire is vagyunk képesek. A srácok minden esetre egyelőre fürdenek a sikerben. Amikor az első meccsemet hoztam, akkor éreztem, hogy jó formában vagyok. És éreztem, hogy itt ebből lehet valami, és a második meccsemet meg nagyon éreztem már. Nekem nagyon nehéz volt, mert én mínusz 50 kilósokkal voltam, és én nem vagyok mínusz 50 kilós, de amúgy minden jól ment. A csapatkatával nagyon jók voltunk, az képest, hogy csak nemrég kezdtük el gyakorolni. Szerintem minden jó volt. A verseny is jó volt szervezve. 18-an voltunk egy kategóriába, és nagyon nehéz ellenfelek voltak. Ugye én ma másodjára voltam itt, és nagyon jó hangulata van, mert rengeteg versenyző van, és elég erős a mezőny mindig. A győztesek kiérdemelték a polgármesteri köszönetet is. Bozsolik Robert arról is szólt, hogy a gyerekek ezt még ugyan nem érzik, de mégiscsak viszik Bátaszék nevét a világban. Az a munka, aminek az eredményét ma ünnepeltük, hiszen négy fiatal bátaszéki színesebb érmekkel tért haza egy nemzetközi versenyről, az nem most kezdődött, hiszen több mint, hát most már 30 éve Nagy Ákos kezében van Bátaszék karate sportjának szakmai irányítása. Több generáció nőtt föl, többek között az ő keze alatt, több világkupa győztes, Európa bajnok, világbajnok, ott köszönthettünk itt Bátaszéken. Néhány hónappal ezelőtt egy másik korosztály versenyről, nemzetközi versenyről szintén érem hegyekkel jöttek az a fiatalok. Tehát nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minden generációban szinte köszönthetünk olyan fiatalokat, akik nem csak a hazai karate sport életben, de nemzetközi szinten is hozzák a jobbnál jobb eredményeket. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen eredménynek több hatása lehet magára a bátaszéki sportra. Egyrészt a fiatalok számára ők maguk példaképek lehetnek, és hát test közelből lehet rájuk számítani, és lehet azt mondani adott esetben olyan fiatalnak, aki nem űzi ezt a sportot, vagy még nem olyan szinten, hogy hát ha ő meg tudta csinálni, akkor én is meg tudom csinálni, és adhat egyfajta plusz motivációt. A gyerekek számára is fontos ez, hiszen számukra is egy motivációs tényező lehet, hiszen egy újabb versenyre szívesebben készülnek, és talán könnyebben viselik el azt a komoly sportmunkát, amit ennek az eredménynek az elérése érdekében azért el kell végezni. És hát fontos ez a bátaszék sportjára is, hiszen ezekkel az eredményekkel alá tudjuk támasztani azt, amit most már azért évek óta, évtizedek óta talán elmondanak Bátaszékről, hogy a magyar karate sport egyik vidéki fellegvára azért Bátaszéken van. A fiúk arra készülnek, jövőre az itthoni Európa-bajnokságon a mostaninál is nagyobb eredménnyel rukkolnak elő. Ennyi volt mára a Cikkádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!